Összeomlottak a kábelszolgáltatók tegnap az Egyesült Államokban. Annyian akarták megnézni a Mayweather-Pacquiao boxmeccset, amelyet az évszázad meccseként reklámoztak. De nem volt az amúgy. Két tévécsatorna is élőben adta, a közvetítésre több országban külön elő kellett fizetni. Végül annyian megtették, hogy többször is elment a kép a túlterheltség miatt. Egy átlagfizetésből igencsak spórolni kellett a belépőre. Mégis teltház volt a Las Vegasban megrendezett váltósúlyú boxmérkőzésen. A két neves bunyós összecsapását már 2009 óta szervezték. Az amerikai Mayweather eddig veretlen volt. Profi pályafutása során 47-szer győzött, ebből 28-szor kiütéssel. Pacquiao 57 győzelmet aratott, két meccse döntetlennel, öt pedig vereséggel végződött. A tét pedig összesen három box szervezet egyesített világbajnoki címe volt, na meg az, hogy kinyeri minden idők legnagyobb 300 millió dolláros pénzdíjú meccsét. Az előzetes egyesség alapján az amerikai ebből 180, a Fülöp-szigeteki pedig 120 millióval részesedik. Az elején óvatosan kezdtek, de már ekkor úgy tűnt, hogy az ázsiai boxoló nehezen hangolódik rá az ellenfelére. Az amerikai pedig egyre több pontot szerzett és eltáncolt az ütések elől. Végül magabiztosan egyhangú pontozással nyert. Manny egy remek ellenfél, elképesztően jó harcos. Nem mondanám, hogy ő volt a legkeményebb ellenfelem, vagy az ő ütései lennének a legkeményebbek, de elismerem a teljesítményét. Mondta Mayweather a találkozó után. Pacquiao pedig arra hivatkozott, hogy egy válsérülés miatt nem tudott 100%-osan teljesíteni. A szülőhelyén, a Fülöp-szigeteken a szurkolók nagyon csalódottak voltak, de sokan a meccs helyszínén, Las Vegasban is. Hiába mondták az évszázad meccsének, sokak szerint egyszerűen unalmas volt.